ez itt a nagy dobás, ez az új hetes, és azon belül is az i7-es, azaz a teljesen elektromos hetes sorozat. Fő támogatónk a Nelson Flotta Leasing, ahol a törődés alapfelszereltség. A bemutatón vagyunk, ez annyira friss, hogy azt hiszem 2 napja jöttek ki talán az első fotók, és itt Pozsonyban mutatják meg az egész világnak, úgyhogy mi kezdünk. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly esemény. Szóval, várjál, jövök, de akkor ezt lecsukjuk, jó? Jó, így. Oké, megosztó. De keresünk más jelzőket is, jó? A megosztót azt már ismerjük, elkoptattuk. Mondjatok nekem a komment szekcióba erre az autóra más jelzőt. Lehet monumentális, lehet különleges, lehet nem adok a szátokba jelzőket, döntsétek el ti. Mi egy kicsit kielemezzük a formát. Azt kell tudni róla, hogy azt azért szeretném rögtön legelején tisztázni, hogy ezt az autót látni kell, mert olyan méretei vannak, az egész autónak olyan megjelenése van, hogy valójában a tömeg és a méret látványa és befogadása nélkül nehéz értelmezni önmagában ezt az arcot. Az biztos, hogy a vásárlók keresik az individualizmust, és az is biztos, igen, hogy Kína és az Egyesült Államok nagyon erős piacok, ahol egy kicsit másképp látják az autókat, mint mi. Ezt el kell fogadni. Mi az a másság, ugye, ami egyből szembe ötlik, a két külön szintre száműzött fényszóró, amit ugye ketté osztottak, és ahogy az X7-esnél már egy korábbi videóban mutattam nektek, ugye alulvilágítanak a hagyományos távolsági és tompított fényszórók, de itt megkapta ezt a fekete betétet is, amitől olyan lesz, mint az amerikai focisták vagy sportolók, akik kihúzzák a szemük alatt, ugye, a meccs előtt kihúzzák a szemük alatti részt feketével. Kicsit olyan, mintha ezt az egész fészket itt rejtegetnék. Fönt nappali menetfény, irányjelző, alul pedig ugye ez a komplex lámpa található. Van ennek az autónak még egy érdekesség, ez pedig nem más, mint hogy láttunk már hasonlót, bár ott mondjuk a vessén lévő hűtő lamellák világítottak, ennek így körbe világítja a vessiét ez a LED csík. És ezzel az egésszel egy nagyon monumentális orrot ad. Azért csuktuk le ezt a motorháztetőt, hogy mindenki azt nézegeti, de hát nincs alatta semmi, nincs mit nézegetni. Egy műanyagborítás van rajta. Érdekes, hogy nem fut ki a gépháztető, nem fut ki teljesen, hanem ugye itt ér véget, és ide került föl ugye a logó. Na gyere, nézzük meg oldalról csak azért, mert arról beszéltem, hogy monumentalitás van. De a monumentalitás az így adja ki magát. És ha most letakarnám, várjál, de maradj ott, én akarom letakarni ilyen nagyon ügyes kameratrükkel, ezt a részét letakarnám, akkor itt élőben simán belelátok egy fantomot, egy Rolls-Royce fantomot. Eszméletlen monumentális az autó, még ha oldalt végigmegyünk rajta, láthatjuk, hogy nincsenek kiálló kilincsei, hanem ide be kell nyúlni. Egyébként az ajtók automata módon nyílnak, záródnak, ez pedig egy ultrahangszenzor, ami megállítja az ajtót, hogyha valaki túl közel kerül hozzá, így nyílik ki automatikusan, és ugye milyen vissza is zárom. Bent ilyetten néznek rám, pedig nekik kávészünetük van, menjenek már innen el. Még amit érdemes, szerintem legalábbis érdemes megemlíteni, hogy nagyon tömör, egységes az ajtó. Ez miért nem csukodott be jól? Soft close-os elvileg. De nem csukodott be jól. Nagyon tömör az ajtó. Értem ezzel azt, hogy nincs benne sok játék, hullámzás vagy fény. Itt látok egy fénytörést, ugye itt van egy fényárnyékvonal benne, és ez egy iszonyatosan masszív oldalajtó. Alul is van még egy fényárnyékvonal, de ez itt maga a szoborszerű ilyen monumentalitás. Hátrafele nézve, nem tudom, hogy vannak-e benne. Ja, azt még el kell mondani, hogy nem ilyen az üvegezés, illetve az ablak. Ez le van fóliázva, mert itt egy ilyen fényjáték lesz az ügyfeleknek, itt lesz egy ilyen ügyfélprogram este. Menjetek már kávézni. Azt akartam elmondani, hogy ha ezt megnézed, hasonlóképpen, mint egyébként a 3-as BMW-nél van, nem fut végig a keret, hanem a keret valahol itt megáll, és innen már az üveg záródik be. Jó? Ez tehát az i7-es, a teljesen elektromos BMW. Ma nem esett szó technológiáról, lóerőkről, ma nem esett szó akkumulátorméretről. Nem is szeretnék én ezzel foglalkozni, egyébként megtalálhatók a neten. Ma egy kicsit a formát, meg a debütálást ünnepeljük, vagy örüljünk neki, jó? Hatalmas a BMW-jel hátul.
mögötte pedig természetesen elektromosan nyíló csomagfedél. Ugye, mint már említettem, ez az autó maga a 7-es BMW is, amely majd elérhető lesz benzin és dízelmotorokkal, sőt, plug-in hibridként is. Na most, hogyha kiszállnak belőle a kollégák, egyszer, majd, valamikor, megmutatjuk belülről milyen. Kezdjük az autó hátsó traktusával. Rögtön föltűnik valami érdekesség. Ennek az autónak, nézd, szövet betétes a könyöklője, sőt az ülések bizonyos részen szövetet tartalmaznak. Erre sem tértek ki nagyon, de hát ez is valószínűleg az újra felhasznált vagy újra hasznosított anyagot jelöli. Természetesen lehet teljesen bőrbe kötve is kérni. Ami viszont rögtön feltűnik az, hogy ide, ebbe a behúzó részbe bele van integrálva egy tablet, amely gyakorlatilag a jármű vezérlését és mindenféle beállítását teszi lehetővé. Sőt, ha én most ide beülök, akkor azt is látom, hogy előttem nincsen a megszokott luxusautóknál használt tablet, hanem, képzeljétek el, itt ez innentől idáig tartó 8K-s kijelző lesz az, ami az én szórakoztatásomat majd elősegíti. Gyorsan csinálunk valamit, amivel majd kinyitjuk. Szóval a hátul ülők szórakoztatásáról egy ekkora, nem tudom, belefér, ekkora 8K-s monitor gondoskodik. Üljünk be előre egy pillanatra, nézzük meg, mert itt megint azt tapasztaljuk, hogy megérkeztünk a BMW új forma világához, az új technológiájához. Ahogy az X7-esben is láthatunk, ahogy az iX-ben láttuk, ahogy az i4-ben láttuk, két nagyméretű kijelző uralja a látóteret. Egyébként, ha már itt tartunk, sokkal egyszerűbb ez a műszerfa, mint például ez az ajtó, ha megnézed, ez egy eszméletlen bonyolult ajtó. A hangszórók egyrészt nem csak dizájnosak, megvilágítottak, különböző minták vannak rajtuk, de maga a hangszóróház is egy mart alumínium, vagy furt alumínium. Ezek itt érintő kijelzők, itt is visszatükröződik ez a kristályvonal, ugye erről már beszéltünk korábban, visszajön itt a fenntartható anyagból készült behúzó, megjegyzem, lehet bőrt is kérni, és nézd ezt a szőnyeget is, ez is legalább 1 centi vastag szőnyeg. Az ajtó behúzására ez a gomb szolgál, itt van. Ja, be is csukjam? Jó, becsukom, igazad van, jó. Becsukom, és amint láttad, az ajtóban megvillogott ez a betét, mindjárt kinyitjuk. És ez a design betét fut végig, egyébként itt is, ez maga a hangulatvilágítás. Különböző színekben pompázik. Gyakorlatilag innentől az autó a hangulatát ezen keresztül mutatja feléd, és itt is láthatod, hogy játszanak ezzel a gyémánt mintával. Középen megmaradt az iDrive használói felület, vagy a kezelő felület a kis forgókapcsolóval, és a beállításokat itt tudod aktiválni. A kulcsát mi nem is láttuk, így néz ki a kulcsa. Ugye itt belülről ez már megint hasonlóan az X7-eshez, visszafogottabb, nyugodt, elegáns, be is csukjuk, nyugodt, elegáns, csöndes, egy olyan megérkeztél hangulatot ad kívülről, meg oldalról, viszont eszméletlen monumentális, tényleg olyan, mint a 2001 űr odüsszeiából az a monolit. És azt gondolom, hogy ez volt a cél. Ugye hát ebben az autóban az ember már nem is kívánna hagyományos kormánykereket, mert azt gondolnád, hogy ugye itt már lassan az önvezetés korában élünk. Természetesen ez az autó még ezt nem tudja, a hármas szintű önvezetése már fel van készítve. Ez jó, ezt mindjárt ezen valamit megpróbálok neked változtatni. My Mode Design Expressive. Yeah. Switch Mode. Theater. Aha. Ez a mozi hangulata, oké. Megszólal valami 172 hangszóróból a hang. Vini elvesztem, nem tudom, hogy hol kapcsoltuk ezt a My Mode-ot. Ja, itt volt My Mode. És mondjuk legyen a sport még, csak azért, hogy megnézzük ezt is, hogy itt ilyen vörössé válik. Jó, ez a belső hangulat. Ha majd lesz ezt autó egyszer valamikor, reméljük, hogy
tudunk vele egy kicsit dolgozni. Kiszállunk, és bezárjuk a történetet az autó elején. Kicsit sokan vagyunk, és kicsit sűrű lett itt a vége, de szerintem ebből is átjött nektek, hogy mire számíthatunk az új 7-es BMW és az i7-es kapcsán. És arról még nem is tudtunk beszélni, milyen fényjátékot mutat meg, amikor üdvözöl téged, meg hogy milyen a technológiája. Ez majd egy későbbi adásnak lesz a sajátja. Júj! Így. Na ezzel a csodálatos felütéssel búcsúzunk. Ha tetszett ez az epizód, dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, kövess be a Facebookon, gyere utánunk az Instán, és a TikTokon is megtalálsz. Köszönjük, hogy itt voltatok. Aloha!